Sziasztok, kedves barátaim! Ma szeretnénk beszélni arról, hogy van-e esetleg hatása az ember tudatára, hogy gépekkel társul. A korszakot, amelyben élünk, úgy neveznék, hogy Yantra Yuga. Yantra azt jelenti, hogy gép. Egyre több gép van, emberek mindig minden intéznek gépek keresztül, számítógép, repülőgép, telefon, smartphone, minden ezt keresztül intéznek. És védikus írások magyaráznak, hogy az ember próbál menedéket venni ennek a külső energiának a árnyékában, akkor a tudat elkezd deformálódni, GPS lesz a tudat. Mit jelent, hogy GPS? Ez azt jelenti, hogy kapcsolatokra nagyon erős hatással lesz. Mert a számítógép vagy a telefon, hogyha valami nem jó csinál, nem tetszik nekem, akkor én kicserélem alkatrészt, és jobb lesz. Vagy felújítom, vagy update-elek, vagy upgrade-elek. What? Oh my goodness! Annyi sok minden lehet csinálni. Szóval itt arról szól, hogy mindig magamhoz személyre szabott beállításokat teszek a gépekkel. És ember ezt megszokik, és utána, amikor ember emberrel találkozik, akkor mindenki akarja egymást személyre szabni magához. Akkor ez konfliktus. Szóval ebben a rövid videóban azt szeretnék megosztani veletek, hogy vigyázzunk a gépekkel, és habár hasznos dolgokra is tudjunk használni, de ápoljunk a kapcsolatukat személyesen, személyekkel, és nem őket változtassunk, hanem mi figyeljünk arra, hogy maradjunk emberek. Mi az ember? Ember a lélek. Sat Chit Ananda. Ananda az azt jelenti, hogy boldogság. De boldogság akkor lesz, mikor a tudat nem lesz yantra, nem lesz gép. Amikor tudat, az azt jelenti, hogy fokuszálok másokra, másoknak az igényére, érzékeny vagyok másokra. Nem akarok másnak kicserélni az alkatrészokat, hanem adok neki szeretetet, és belefektetek a kapcsolatba időmet és energiámat. Írjátok kommentekben, ti szoktatok-e ezt csinálni, észrevettétek a yantrát, a gépeket, lájkoljatok a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, majd találkozunk. Hare Krishna!